akkor ebből elvileg túrostuszát lehet készíteni, így igaz? Így van, itt vannak a köret tésztáink, akkor lebbencs tészta is van, tarhonya, hát mindenféle tésztánk van. Tisza Dadán 2011-től folyamatosan zajlik a közfoglalkoztatási program, azóta több beruházást valósítottak meg a településen. A régi malom korábban lepusztult épülete ma több tevékenységnek ad otthont. A földszinten tésztagyártás folyik, a második emeleten pedig a helyi varroda kapott helyet. A szárítás a leglényegesebb dolog, és ugye a tésztához mi megteremtjük, van saját tyúkállományunk, és mi nem tojásléből, meg tojásporból csináljuk a tésztát, hanem igazi tojásból, amit mi saját magunknak megtermelünk. És utána jött az ötlet, hogy varodát is csinálni kellene, hisz munkásruhát kellett a közfoglalkoztatottaknak adni, és abból a pénzből, amiből megvettük volna a munkásruhát, egy éves pénzből, akkor meg tudtuk ezt a varodát, ki tudtuk alakítani, és azóta itt a hölgyek varják a munkásruhát, meg minden olyan dolgot, amit esetleg az önkormányzatnak szüksége van rá. Amint a térség országgyűlési képviselője kiemelte, a cél az, hogy a programban dolgozók olyan szaktudásra tegyenek szert, amivel a versenyszférában is megtalálják később a helyüket. Ez nem az elsődleges munkaerőpiac, hanem a kormány a költségvetésből adjuk a munkabéreket és a dologi támogatást az önkormányzatoknak egy elkülönített számlára, tehát mondhatom azt, hogy segély helyett munkát kínálunk az embereknek, akik nem tudnak ideiglenesen elhelyezkedni az elsődleges munkaerőpiacon. Mindig is azt mondtuk, hogy átmeneti, mindig is azt mondtuk, hogy az a cél, hogy átkerüljenek innen az ember, vagy akik itt dolgoznak, átkerülhessenek, de természetesen ez segítséget jelent itt Tiszadadán, vagy az egyéni választókerületem 20 településén, ahol mindenütt van közfoglalkoztatás. A megyei kormány megbízott szerint a közfoglalkoztatási program egy adott településen akkor tud sikert elérni, ha a helyi sajátosságokat kreatív ötletekkel és pénzügyi támogatással ötvözik. A leginkább ismert és az önkormányzatok, valamint a települések által leginkább szeretett ez a start mintaprogramok, amelyek járási szinten szerveződnek, és hát nyilvánvalóan az önkormányzatok részt vesznek benne. Ezek azok a különböző értékteremtő programok, amelyek a mezőgazdaságban, a szociális szférában, vagy a helyi értékeknek a gondozásában jelennek meg, és ezekhez egy jelentős dologi kiadás is csatlakozik, tehát ennek a révén tudják azokat a gépeket is például megvásárolni, amelyet itt is láthatunk a háttérben. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a vízügyi igazgatóság, a vízgazdálkodási társulatok, az állami erdőgazdálkodás, a rendészeti katasztrófavédelmi szervek, a karitatív, valamint non-profit szervezetek részére megvalósuló közfoglalkoztatási program indítása vált biztosítottá. Szintén márciustól indult el a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás, mely a települések kötelezően ellátandó vagy önként vállalt lakosságot vagy települést érintő feladatainak ellátására vagy közhasznú tevékenység folytatására irányul. A megyében a következő egy évben 211 településen több mint 20 000-en vesznek részt a programban.